Berta Zoltán a felkérésről úgy nyilatkozott, nagy megtiszteltetés számára, hogy polgármester jelöltként indulhat idén Tolnán. Ez egyben nagy felelősség is. Amíg 2006-ban Sümegi Zoltán polgármester úr által elindított, majd Appelszófer Ágnes polgármester asszony által folytatott munkát tovább vihetem, tovább szolgálhatom Tolna és Mös fejlődését. Több mint 20 évet dolgoztam a versenyszférában, közte jelentős időt itt Tolnán voltam vállalkozót, végzettségemből adódóan elsősorban gazdasági és pénzügyi tevékenységetben szereztem tapasztalatot és ismereteket, illetve hát számos helyi vállalkozót, számos helyi lakost ismertem meg. Ezeket a tapasztalatokat hoztam bő egy évtizeddel ezelőtt a közszférába, előbb intézményvezető voltam, majd 2014-től Tolnaváros alpolgármestereként, majd 2019-től már közvetlenül önkormányzati képviselőként is szolgálom településünk mindennapjait és annak fejlődését. Elsősorban ugye az első években, mikor ide kerültem önkormányzatunkhoz, akkor azokat a vállalkozásból hozott gazdasági, pénzügyi ismereteket kamatoztattam, ebben segítettem településünket, majd lépésről lépésre, mondhatom utcáról utcára megismerve és járva a várost, a település irányítás feladata is hozzám kerültek, így megismerve az itt lakókat, az itt dolgozókat, az itt működő vállalkozásokat, erre alapozva készítettem el 2020-ban ennek az önkormányzati ciklusnak a gazdasági programját, és hát gyakorlatilag erre épült az a fejlesztési stratégia is, mit a közeljövőben vagy középtávon majd szeretnénk a jövőben megvalósítani településünk fejlődése érdekében. A jelölt kiemelte, nagyon fontos számára, hogy a verseny, civil és a közszféra közötti együttműködést erősítse. Meg kell ismerni egymás igényeit, lehetőségeit, hogy egy még élhetőbb, még gazdagabb várost tudjunk építeni magunknak. Nem lehet más a célkitűzésem a jövőt illetően sem, mint hogy továbbra is széleskörű, magas színvonalú szolgáltatásokat biztosítani az itt élőknek, itt dolgozóknak, úgy a nevelés, úgy az egészségügy, úgy a szociális ügyek, mint a település üzemeltetés területén. És természetesen fejleszteni. Olyan beruházásokat megvalósítani a településünkön, amelyek biztosítják a fejlődési lehetőséget az itt működő vállalkozásoknak, esetlegesen újak letelepedéséhez, de biztosítják a közösségek számára is a fejlődést, hogy vannak olyan közterek, közintézmények, ahol a kulturális, sport, szabadidős tevékenységeket magas színvonalon lehet űzni. És nem utolsó sorban olyan fejlesztéseket, hogy az itt élő emberek, itt dolgozó emberek mindennapjait megkönnyítsük. Ha tömören össze szeretném foglalni, akkor a jövőben is egy olyan településére, egy olyan városért szeretnék dolgozni, ahol jó élni, ahova jó hazatérni. A fejlesztések egy részét az önkormányzat saját forrásaiból szeretné megvalósítani. Az elmúlt évek hatékony gazdálkodásának eredményeként vannak tartalékai a városnak. Ugye előttünk vannak azok az uniós források, az úgynevezett TOP plusz településfejlesztési programból, amelyekből az elkövetkezendő években komoly beruházásokat lehet a városban megvalósítani. Itt két tucatnyi programról beszélhetünk, amelyek a közterületeinket, intézményeinket érintik. Gyakorlatilag nem... Ha ezt a programot végre tudjuk hajtani, már pedig célunk az, hogy végrehajtsuk, akkor gyakorlatilag nem lesz olyan önkormányzati épület, intézmény, amely kisebb-nagyobb fejlesztésen nem menne át. Továbbá a közterületeken el fog indulni egy útfelújítási és egy csapadékvíz elvezetési program is.